Mikor kell megkezdeni a kullancsok elleni védekezést, meddig kell folytatni? A kullancsok elleni védekezést azelőtt az időben, azelőtti időben kell megkezdeni, hogy az időjárás melegre fordul, és itt a meleg az relatív fogalom, mert nagyjából a 10 fokos vagy a 8-10, vagy egyesek szerint az 5-10 fokos hőmérséklet is már a kullancsok aktivitását hozza. Ebből az következik, hogy tekintettel arra, hogy a teleink azok nem nagyon mennek ma már nulla fok alá jelentősen és tartósan, ebből az következik, hogy folyamatosan kell tulajdonképpen védekeznünk a kullancsok ellen. A másik dolog pedig, ami ebből következik, hogy a kullancsok, az imágóknak az átélése az sokkal magasabb százalékú, mint azokban az időkben, amikor jelentős ideig mínusz 10-15 fok körüli hőmérséklet az imágóknak a döntő többségét elpusztította. Ezek az imágók, amelyek ilyen módon Jobban túlélnek a enyhe, langyos teleken, ezek aztán nagyon megemelik a fertőzésnek a statisztikáját, hiszen folyamatosan bővül azoknak a kullancsoknak a száma, amelyek újból újból ciklust hoznak létre és önmagukat szaporítják. Tehát a kullancs elleni védekezés enyheteleken nem abbahagyható, nagyon jó, kemény teleken abbahagyható természetesen, hogyha tartósan mínuszos hőmérsékleteket tapasztalunk, de föl kell arra készülnünk, hogy egy-egy ilyen melegedési időszak, amely ahol 5-10 fokra fölmelegszik, aztán esetleg visszahűl, az az 5-10 fokos időintervallum az, az aktivizálhatja, vagy aktivitását megemelheti a kulancsoknak. Ugye tudjuk jól, hogy a kullancsok uh, uh, azért tudnak jól támadni mert uh, a mert uh, a hőmérsékletet érzékelik, és abban egy, egy, 40 fokos alaphőmérséklet, vagy 39 fokos alaphőmérsékletű kutya vagy macska kifejezetten jó támadáspont számára, hogyha mondjuk 10 fokos az átlag hőmérséklet, nagyon nagy a különbség a 39 fok és a 10 fok között, tehát remekül, nagyon jól, jó target, jó, jó célpont a kutya és a macska, a kullancs jól érzékeli, és hát könnyebben tud be bejutni bele és könnyebben csípje azt meg.